A közelmúltban három lovat vásároltunk a lovarda számára. Az első a Kira, ő egy 5 éves sötét pelykanca, aki korábban is lovasiskolában dolgozott, több gyerekkel versenyzett díjlovaglásban eredményesen, így mi is szeretnénk ebbené tulajdonságát kamatoztatni, és az is mutatja, hogy mennyire jó fej, kedves ló, hogy már is befoghattuk a lovas színházba. A következő ló a dáma. Ő egy 5 éves kanca. Ő korábban fogadhajtásban versenyzett, emellett lovagolták gyerekek, felnőttek egyaránt, és ő is most szerepel először a színházban statisztalóként. A harmadik ló a Chardonnay. A Chardonnay 10 éves, hobbilóként hasznosították, türelmes, jószándékú, kedves ló, így szintén részt tud venni a lovas színházi produkciókban. Dáma egy 5 éves pelykanca, 2 hete van itt körülbelül lovardánkban, és egy olyan hete dolgozunk vele folyamatosan. Úgy tűnik a lovas színházra nyitott, az ingerekre jól reagál, tegnap még az ágyú dörgésre sem volt semmi problémánk, úgyhogy reméljük az előadás is hasonlóképpen fog majd történni a nézőkkel, fényekkel, füsttel, minden más egyéb váratlan dologgal fűszerezve. Kirának hívják, körülbelül egy hete kezdtem el lovagolni rajta, és most a lovas színházra készülök fel vele. Lovász tanulóként tanulok itt, és hát vele kezdtem el itt lovagolni, és akkor ezért megyek vele a színházba is.